Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, az a déli féltek a mikrofon mögött Nagy Jonatán Imre, a mai vendégünk pedig dr. N. Rózsa Erzsébet, az NK egyetemi tanára, a Világgazdasági Intézet tudományos tanácsadója, közel-kelet szakértő. Üdvözlöm, köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! A mai témánk pedig az arab tavasz lesz. Nagyjából 13 éve ezelőtt indult az arab tavasz, ahol számos arab országban mozdult meg a nép, tüntetve az aktuális kormányzat ellen. A tüntetéssorozatok néhány helyen megmaradtak tüntetésnek, azonban például Szíriában és Líbiában háborúhoz is vezettek. Pontosan hogyan lehetne jellemezni az arab tavaszt? Igazából azt mondhatjuk, hogy egy elég régóta látható probléma csomaggal álltunk szemben, vagy álltak szemben az arab országok, aminek ugyanúgy része volt a demográfia, ugyanúgy része volt a különböző gazdasági nehézségek, gazdasági helyzetek, illetve hát bizonyos fokú elégedetlenség a társadalom bizonyos rétegeiben, legalábbis a fennálló kormányzattal szemben. Azt szoktuk mondani, hogy összesen abban a hullámban, tehát a 2011-es arab tavasznak nevezett hullámban 6 országról beszéltünk, Tunéziában kezdődött, de azután Egyiptomban, Líbiában, Bahreinben, Jemenben és Szíriában került sor arab tavaszos eseményekre. Ugyanakkor, ahogy ön is mondta, számos más arab országban, sőt, talán nem arab országokban is, ezzel párhuzamosan egyfajta ilyen demonstrációs hatásként, tehát itt nem arról volt szó, hogy egyik országból áramlik a másikba a dolog, hanem egyfajta ilyen mintaként más országokban tüntetésekre került sor, ahol az aktuális kormányzat, ha tetszik hatalom, különböző módszerekkel próbálta ezeket a helyzeteket megoldani. És még egy nagyon fontos elem van, hogy ugyanakkor a többi országban sem, ezekben az országokban sem, igazából az alapvető gondok ma már azóta jól látjuk nem oldódtak meg, és 2008-2009-ben volt egy kisebb, jóval kevesebb figyelmet felkeltett úgynevezett arab tavasz 2.0, amikor további 4 országban, Algériában, Libanonban, Irakban, ugye ez volt az érdekes, hogy Irakban, abban az Irakban, ahol ugye elvileg demokráciát teremtettünk, és Szudánban zajlottak még hasonló, az arab tavaszhoz hasonló történések. Az arab tavasz név eléggé egyértelműen utal a népek tavaszára, ugye az 1848-as polgári forradalmi hullámra, aminek a célja a feudális társadalomnak a megreformálása volt. Látjuk, hogy 48-ban ez a szikra a reform iránti vágy volt. Mi volt az arab tavasz kirobbantó szikra? A reform iránti vágy, vagy sokkal inkább gazdasági okokra vezethető vissza ez a szikra? Én azt gondolom, hogy minden együtt, hiszen ahogy mondtam, a különböző felmérésekben, ENSZ által végzett felmérésekben volt egy úgynevezett arab barométer, amit rendszeresen elvégeztek. Ezekből jól látszott, hogy tagadhatatlan, hogy volt egyfajta válság, ami identitásban is jelentkezett. Itt leginkább az látszott, hogy de az már évtizedek óta jelentkezett, csak hol erősödött, hol halványult. És itt ugye azért nagyon nehéz mindent exaktan így egyben megmondani, mert tulajdonképpen egyenként kellene, hogy vizsgáljuk az egyes arab országokat, hogy hol és mi történik. Alapvetően a társadalmi berendezkedés, a társadalmi fejlődés az arab országokban is, egyébként a világos nagyon sok más részén is, két nagy olyan, hadd nevezzem pofont kapott a történelem során, amely ebből a saját fejlődési útjából bizonyos mértékig eltérítette. Az egyik, ugye, és itt most akkor az arab országokról beszélnék, az európai megjelenés.
amit leginkább Napóleon egyiptomi hadjáratával tudnánk a kezdetét megjelölni, és konkrétan, ha bele gondolunk, a Földközi-tenger déli-keleti partja előbb gyarmatként, protektorátusként, függésként, elsősorban brit és francia különböző mértékű irányítás alá kerültek, majd az első világháborút követően, amikor felbomlott az oszmán birodalom, akkor a keleti medencében országhatárokat húztak, országok jöttek létre. Ezek brit és francia mandátum alá, azaz nagy testvér irányítja az államiság felé haladó újonnan létrejött államokat, szintén brit és francia irányítás vagy segítség alá estek. Ez volt az első, tehát az európai megjelenés, ami együtt járt azzal, hogy államhatárokat húztak ott, ahol korábban soha nem léteztek államhatárok. Ahol elkezdtek arról beszélni, hogy nemzetiség, etnikai csoportok, ahol a vallás elkezdett egyre erőteljesebben, mint politikai tényező is megjelenni, talán a legfontosabb, ami határokon átnyúló, máig is jelenlevő komoly vallási mozgalomként jelen van, már a több országban, pártok formájában is. Egyiptomban hol betiltják, hol engedélyezik, most éppen betiltva van a muszlim testvérek mozgalma. De ugyanígy ez volt tehát az első mozgalom, az első nagy behatás, és tulajdonképpen ennek egy része volt azután a Szovjetunió és a szocialista ideológiák megjelenése. A következő pedig nyilván az, ami a világon mindenkit érintett és érint, a globalizáció, az a globalizáció, amely a világ minden részét jobban, rosszul, több-kevesebb mértékben bekapcsolja a világ fejlődésébe. Úgyhogy itt azt láttuk, hogy ezek az európai modellek, amelyek megjelentek, de legyen az abszolút monarchia, tehát egy monarchikus berendezkedés abszolútista megközelítése, legyen az egy köztársasági forma, legyen az egy népköztársaság, vagy Líbiában a Kaddafi elnök által tovább gondolt, még ezen is túllépő Jamahiriya, a tömegek közvetlen politikai hatalomgyakorlásának a modellje. Tehát ezek szépen sorban megbuktak, és a globalizáció szempontjából nagyon fontos volt az egész térség számára, hogy eltűnt az a világhatalom, amelyhez ők kapcsolódtak. Ugye több arab szocialista ország volt, Algéria, ugye Líbiát említettem, Egyiptom egy darabig igen, aztán más utat keresett, Szíria, a palesztinok, Irak, az egyik Jemen, tehát, hogy itt lehetne sorolni, és amikor eltűnik a Szovjetunió, ezeknek az országoknak újra kell magukat azonosítani politikai szempontból, hovatartozás szempontjából keresik a helyüket. Na most mindez együtt jár a politikai útkeresés, a gazdasági útkereséssel is. Hiszen a gyarmatokból független országgá válni, önálló gazdaságot építeni, és ugye elég jól ismert, hogy az arab országok egy része olajban és földgázban gazdag, ezek többnyire a Perzsa-öböl arab országai, és ide tartozik ugye most akkor még Irak is. Észak-Afrikában is van ilyen, Algéria és Líbia, de igazából más arab országok meg szinte teljesen nyersanyag hiányosak, akár legyen ez Egyiptom, amely mostanában kezd a földközi tengerben partjaitól nem távol találni földgázkészleteket, de az még mindig kevés. Vagy ilyen például Jordánia, amelynek még tengerparti szakasza sincs. Tehát a gazdasági modellek, ugyanúgy a kapitalista modell, mint a szocialista modell, szintén egyfajta meghasonlásba, kudarcos helyzetbe voltak. És említettem az elején a demográfiát, amivel én nagyon szívesen szoktam foglalkozni. Itt volt egy hatalmas népességrobbanás. Ez a népességrobbanás azt eredményezte, hogy a 80-as években, a 80-as évek végére családonként gyakorlatilag korlátlan számú gyerekkel rendelkeztek, de átlagosan 6, 7, 8, 9, akár több gyermekkel is. Ami azt jelenti, hogy az arab világ lakossága lényegesen fiatalabb, mint az európai lakosság, viszont ugyanakkor az átlagéletkor ott is megnőtt, gyakorlatilag majdnem ott tart, ahol Európában, tehát
határozottan 70 év fölött van. Ami azt is jelenti, hogy a munkaerőpiac, illetve a munkahely piac korlátozottsága. Vannak olyan országok, ahol az államnak, például Egyiptomban szoktak ilyen számok megjelenni, hogy évi 1 millióval több állást kellene kreálniuk ahhoz, hogy a népességet foglalkoztatva tartsák. És ez azt jelenti, hogy a fiataloknak van egyfajta ilyen, hát ha nem is kilátástalan jövője, de meglehetősen nehéz, hogy hogy találják meg helyüket egy ilyen társadalomban. Úgyhogy ez rengeteg egyéb szociális problémával is együtt jár. Miközben az állam számára a nagyon sok gyerek, mára ez lecsengőben van, és nagyon érdekes módon azt látjuk, hogy mára az egy nőre jutó átlagos gyermekszám az olyan 3 körül van a térség, tulajdonképpen majdnem minden arab országában. De ez azt is jelenti egy állam szempontjából, hogy iskolát kell teremteni, nyújtani, egészségügyi ellátást kell nyújtani a gyerekeknek is, és ez főleg a COVID-járvány után, azért ezt most már mindenki nagyon komolyan veszi, van-e állami nyugdíj, nincs, kijuthat állami nyugdíjhoz, és akkor ott vannak még ugye a hadseregek is, ami egy külön téma mindig a Közel-Keleten. Ha egy országban tüntetés van, az egy megszokott jelenség, azonban ritka az, hogy egy országhatárokon túlnyúló tüntetéssorozat indul el. Közel-e ennek ahhoz, amit ön említett, hogy ugye mesterséges határok vannak, ugye elég itt csak Egyiptom vonalzós határára gondolni. Tehát az arab tavasz esetében hogyan terjedt országról országra ez a tüntetés sorozat, ez a reformvágy? Én pont ezt próbáltam mondani, hogy nem a tüntetések terjedtek át. Itt figyelembe kell vennünk, hogy nem szabad egy ernyő alatt kezelnünk az arab országokat, még akkor sem, hogyha tagadhatatlanul van egy érzelmi, kulturális, nyelvi, történelmi háttér, és időnként összetartozás érzés is. Ne felejtsük el azt, hogy az arab országok államhatárait most már körülbelül 100 éve behúzták, és ezek az államhatárok azóta változatlanok. Ami azt is jelenti, hogy az egy-egy arab ország területén élő népességnek az érzelmi alapú, kulturális, nyelvi alapú arab identitása és a nagy többségi muszlim identitása mellett kialakult egy a területi államhoz kapcsolódó identitása is. És ez az arab tavaszos tüntetésekben nagyon-nagyon világos volt. A jelszavakban nem volt pán-arab jelszó, nem volt pán-iszlám jelszó, ellenben olyan jelszavak voltak, hogy én tuniszi vagyok, én egyiptomi vagyok, én líbiai vagyok. Tehát a területi államiság nagyon erősen jelen volt. Ez azt is jelenti, hogy ezek a tüntetések, ezek nem ilyen összarab gondok, éppen hasonló elemek megtalálhatók voltak a különböző országban, de a tüntetés minden országban az ott fennálló rendszerrel szemben fogalmazta meg magát. És ezek a jelszavak pontosan mutatták. Nem beszéltünk arról, hogy a másik ország. Néztük, és azokban az arab országokban, ahol csak tüntetések voltak, de nem jutott el ugye a váltásig a dolog. Ott is az emberek a tévé előtt ültek az összes kávézóba, és azt nézték, hogy mi zajlik a szomszédországban vagy Egyiptomban. De a tüntetések nem átterjedtek, hanem a tüntetés, mint esetleges eszköz, csak megjelent a másik országnál is, amikor éppen odáig jutott a helyzet, hogy ott is feszültség kirobbant. És ugye ezt az említett 6 országot szoktuk nézni. Tunéziában egy viszonylag nagyon egyszerű, tragikus történettel kezdődött, nevezetesen, hogy egy ilyen toló kocsiról áruló, vagy taligáról áruló árussal szemben a hatóság, a rendőri erő, ráadásul egy nő volt állítólag, egy rendőrnő volt, hát elég keményen lépett fel, és ezért az árus felgyújtotta önmagát. Na most itt ugye nagyon érdekes kérdés, ahogy a mi civilizációnkban is az önégetés, vagy a felgyújtom magam tiltakozásul, az nem illeszkedik a civilizációs
hogyan követünk el öngyilkosságot típusú csomagba, bármilyen rettenetesen is hangzik ez, ettől még elrettentőbb. Hát az arab világban sem szokott ilyen, ráadásul ugye az iszlám ugyanúgy elutasítja az öngyilkosságot, mint a kereszténység, mint minden monoteista vallás, de ez a felgyújtotta önmagát, ez még sokkolóbban hatott, és tulajdonképpen ez volt az a szikra, ugye mindig nehéz megérteni, hogy mi az az esemény, ami aktuálisan éppen kivált valamit. Hát ez, Tunéziában ez váltotta ki az eseményeket. De például Egyiptomban nem ilyen esemény volt, Egyiptomban konkrétan a rendőrség napjának a megünneplésén törtek ki a tüntetések. És máshol, meg Szíriában például azért kezdtek el tüntetni az emberek, mert akkor már több éve a mezőgazdasági területeken óriási szárazság volt, és a hatalom nem jött segíteni, nem, ez a nem jött segítséget nyújtani a parasztoknak, a földműves termelőknek, és emiatt indultak el a tüntetések. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy országonként más és más. Igazából én nagyon nem szeretem azt mondani, és nem gondolom, hogy átterjednének a tüntetések. Tehát tény és való, hogy megjelentek a tüntetések gyors egymás utánban, de ezek sokkal inkább eszközök voltak, és mindenütt más és más volt a közvetlen kiváltó oka. Ma már minden tüntetés mögött sejtenek egy-egy nagyhatalmat, hogy éppen az oroszok, vagy éppen az Egyesült Államok áll-e a tüntetés mögött. Felmerül a kérdés, hogy az arab tavasz egymástól elkülönülő tüntetéseiben felsejlik-e egy mesterséges külső beavatkozás, vagy igazából minden tüntetés az adott országnak a társadalom organikus fejlődésének egy következő állomása volt? Én azt gondolom, persze, a Közel-Kelet az különben is a konspirációs elméleteknek a hazája. Tehát ott soha nem kell egy lépésre menni azért, hogy valaki rögtön felfedezni véljen valamiféle hátsó gondolatot vagy szándékot. Én magam úgy gondolom, és ez óriási vita volt, hogy volt-e külső beavatkozás vagy sem, én magam úgy gondolom, hogy ez sokkal inkább a saját belső helyzetek, társadalom organikus fejlődése volt akkor és ott, és én ezt azért gondolom úgy, mert minden és mindenki értetlenül állt a helyzet előtt, minden és mindenki országon belül és kívül kvázi futott az események nyomában. Tehát igazából én úgy szeretem ezt felfogni, mint hogy a társadalom a demokratizáció irányába való elmozdulásnak egy kezdeti szintjére lépett rá, amikor a tömegek megmozdultak, a közvélemény megmozdult, amikor kimentek az utcára, és ezt én talán ennek a grassroot democratizationnek tudnám be, és olyan példái voltak itt a polgári... Tudom, hogy nem stimmel teljesen a szó, de mondjuk az állampolgári önszerveződésnek, mint például Egyiptomban a Tahrir téren, ugye ez Kairónak a központi tere, ahol heteken át zajlottak a kitartó tömegtüntetések, és amikor Hosni Mubarak elnök kiengedi a börtönből a köztörvényes bűnözőket, ráereszti a tömegre, akkor a tömeg élő láncot von a tér egyik oldalán levő Kairói Múzeum körül, hogy megvédjük a mi kincseinket, mert ezek a közös kincseink, Egyiptom, ezek a mieink, nem hagyjuk, hogy itt rablók lerabolják. Ugyanúgy megszerveződik spontán, és ebben aztán végképp nem látok külső hatalmi beavatkozási lehetőséget. A tér sarkán orvosi nővéri ügyelet van, a tér másik sarkába lacikonyhát állítanak föl, ahol a tüntetőket valamilyen szinten élelemmel, innivalóval ellátják. Tehát egy csomó minden történik, ami nagyon gyors egymás utánban, és utána nagyon gyors egymás utánban természetesen megjelennek a szervezet, akár állami
vagy nem állami aktorok is. Ugye a hadsereg, az egyiptomi hadsereget rögtön kivezényli Mubarak, de a hadsereg ott áll a tankokkal, és a katonák játszanak a gyerekekkel, és a tüntetők között vannak, mert nem lövünk a népünkbe, a népünk közé. És megjelennek az iszlamista mozgalmak nyilván, az ilyen karitatív segítségnyújtás van, de mindenki későn jön, ahogy a külső államok is tulajdonképpen meglátásom szerint késve érnek oda. Innen nyugatról sokan azért úgy láttuk akkor, hogy egy demokratikus fordulat fog beállni az arab országokban. Bekövetkezik végre a fukuyamai történelem vége, a liberális demokrácia meghódítja a közel-keletet, és beáll a kanti örök béke állapota. Ahogy ön is említette, nagy bizalom volt ebben a polgári önszerveződésben. Hogyan állnak ezen országok a demokratizálódással? Megbuktak ezek az önszerveződések? Hát tulajdonképpen ez azért érdekes kérdés, mert a demokrácia, a démosz, a népszó, az valahonnan ugyanonnan indul el, mint az iszlámnak az Isten előtt mindenki egyenlő felfogása. Tehát az iszlámban eleve van egy ilyen mindenki egy közösséget alkot, és ebben mindenki egyenlő, amiről persze pontosan tudjuk, hogy ez soha nem így szokott lenni. Nyilván nem véletlen, hogy a történelem során mindig voltak mozgalmak, amelyek egyenlősíteni akartak. De az a típusú demokratizáció, amiről mi gondolkodunk, az úgy tűnt, hogy az arab tavaszban Tunéziában megy a legmesszebb, az került a legközelebb ahhoz, amit, és éveken át ki is tartott, amit ugye az európai szemmel mi gondolnánk, hogy meg kellene, hogy történjen. Igen, ám, de hát az utóbbi néhány hónap eseménye, ez ott is más irányokat vett és vesz. És ennek nyilvánvalóan az egyik oka az eltérő társadalmi berendezkedés, hiszen még ma is az arab országokban, a társadalmakban még ma is megtalálható, és lépten nyomon beleütközünk, ha már egyáltalán nem is teljesen általános ez, hogy a felépítés, hogy van a vezető, és vannak az alattvalók. Ugye nálunk az ideál az, hogy az állampolgárok vannak, akik nem egymás alá, hanem egymás mellé lennének rendelve. És az arab tavaszos események, de egyébként pont az európai hatás, a globalizáció azt mutatta, hogy valahol minden országban vannak elmozdulások. Nagyon sok arab országban működő parlamentek vannak, parlamenti választások vannak. Az persze nagy kérdés, hogy adott országban a parlamentnek éppen mekkora a szerepe, vagy a vezető mögött áll csak tulajdonképpen, de hát ilyenkor én mindig megértően húzom fel a vállam, és tárom szét a kezem, és azt mondom, hogy én is éltem népi demokráciában, tehát azért átlátható. Vannak itt is olyan modellek, amelyek adott esetben egy picit hasonlítanak. Mindenesetre az arab tavasznak olyan szempontból mindenképpen lett valami következménye, hogy egyrészt jelentkezett a társadalmi igény, és talán azóta a vezetők jobban próbálnak erre odafigyelni, jobban próbálják ezt akár saját politikai céljaikra kihasználni. De ez megint mondom országonként különböző, és nyilvánvalóan a politikai retorikákban nagyon sok helyen hát megjelenik, hogy demokrácia, demokratizáció, de hát ezzel igazán elég nehéz mit kezdeni, mert ugye a demokráciának is van elég sokféle modellje, még talán megfogalmazása is, tehát hogy most mit értünk az alatt, és még egyszer mondom, ilyenkor nekem rögtön beugrik a népi demokrácia. Én abban biztos vagyok, hogy a szótárakban, értelmező szótárakban, politikai szótárakban a demokrácia fogalom alatt megjelenik, vagy már megjelent, vagy ha nem, akkor meg fog jelenni ez az arab tavaszos demokratizáció, mint külön fogalom, mert tagadhatatlanul, hogy egy nagyon komoly elemként szerepel. De hát ugye, ha visszatérek arra, visszautalok arra, amivel ön kezdte a felkonfban, hogy az arab tavasz az európai népek tavaszára mintájára
csinálták ezt a fogalmat, akkor ott ugye meg szoktam kérdezni, hogy és az európai népek tavasza mikor is győzött? Sőt, hát ott is volt ugye egy kvázi polgárháborúba, vagy a függetlenségi háborúba forduló pont a miénk, amit szintén levertek, ugyanúgy, mint ahogy máshol is, ahol háborúba fordult most így az arab tavasz következtében. Tehát tagadhatatlanul egy nagyon jelentős eseménysor volt, tagadhatatlanul hozott változásokat, de azt hiszem, hogy még a 13 év is túl kevés ahhoz, hogy ennek a végkimenetelét igazából fixen és határozottan meg tudjuk mondani. Látjuk azt, hogy azért az elmúlt 60 évben az Egyesült Államok és a Nyugat sokat próbált azért tenni, hogy egy demokratikus közel-kelet legyen demokratikusabb arab országokkal, de úgy látszik azért, hogy ez csak Izraelben teljesült, részlegesen vagy teljesen. Felmerül a kérdés, hogy lehetséges-e egyáltalán a muszlim bázisú arab országokban életképes demokráciát kialakítani? Ön mit gondol erről? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye a demokrácia maga is, mint egy politikai modell, vagy egy állami berendezkedés is, egy úgynevezett social construct, tehát a társadalomtól magától függ, és ugye, mint az előbb próbáltam érzékeltetni, itt a társadalmi berendezkedések nagyon, nagyon másfélék. És akkor itt mondanék egy olyan egyszerű tényt, amit általában nem értjük azt, hogy lehet az, hogy van egy vezető egy arab országban, ahol működő parlament van, ahol választások vannak, mondjuk például Egyiptomban, és akkor mégis a működő vezető, a vezető, meg az ő pártja fog kijönni túlnyomóan nagy százalékkal győztesnek a párt a választásokon. Hát ennek éppen ez az oka, hogy más a társadalmi berendezkedés, és még mindig másként néznek erre a kérdésre. Ez az átalakulás nagyon lassan megy. Nyilván, hogy van az európai mintának erre hatása, legalább 100 éve, vagy inkább több mint 100 éve, ugye a gyarmatosítás kezdete, tehát a 18. század leges-leges-leges legvége óta, de ezek a társadalmi változások nagyon lassan haladnak. Tehát borzasztóan nehéz megmagyarázni valakinek azt, és akkor erre egy afganisztáni példát mondanék, ez egy megtörtént eset, 1958 Afganisztán első demokratikus választások, kiáll a kormányzó a nép elé, és elmondja, hogy most pedig demokrácia van, most pedig te magad döntöd el, te választó, hogy kire szavazol, bemész a szavazófülkébe, ott te vagy és Isten, arra szavazol, oda húzod az X-et, ahova akarod, szépen végighallgatják, mert ő a kormányzó, és utána megkérdezik, hogy jó, és akkor tessék megmondani, akkor most hova húzzuk az X-et. Tehát, hogy itt olyan társadalmi szerkezetek vannak, amik nagyon-nagyon lassan változnak. Nyilván van a társadalomnak minden arab országban egy olyan rétege, amely ehhez kezd másként viszonyulni, de nagyon gyakran bizonyos kérdésekben még náluk is visszacsapódik, hogy ugyanhova is húzzuk az X-et. És itt rengeteg minden lehet, itt lehet törzsi összetartozás, itt lehet családi összetartozás, itt lehet vallási összetartozás, nagyon sok minden. Ami nagy változásokat azért lassan kezdjük látni generál, az az urbanizáció, amikor ugyan még a városokba is megpróbál a beköltöző család úgy letelepedni, hogy a saját nagyobb családja környékében, vagy a földik mellett, de ez egyre inkább elmos, vagy kezd meglazítani ilyen kapcsolatokat. Igen, nem, de itt akkor ugye beléphet a párthoz tartozás, és hova tartozunk, nagyon sok minden egyéb. Ez a Déli Féltek volt dr. Rózsa Erzsébettel. Köszönöm, hogy fogadta a hívásunkat. Köszönöm szépen.